Ingyenes programokkal várja az érdeklődőket a Kiskörösi Szlovák Tájház április 23-án a Tájházak Napja alkalmából. A Tájház 2019-ben csatlakozott az országos programhoz. A tájházak napja az, az április 24-i Szentgyörgy napi jeles naphoz kapcsolódik. Szentgyörgy nap gyakorlatilag a, a tavasz kezdete, az állatok kihajtásának, a pásztorfogadásnak a, a kezdő dátuma, és erre nagyon sok tájház tud készülni különböző programokkal. A program során országszerte a szent napi hagyományok mellett az adott térségre jellemző hagyományokkal is készülnek, kiskörösen a szlovák tradíciók kerülnek előtérbe. Teljesen egyedülálló a kiskörösi szlovák viselet, és most, akik ellátogatnak szombaton a Szlovák tájházba, azok elkészíthetik a lányoknak a gyönyörű fejékét, a szalagot, ami, ami gyakorlatilag a, a lányokat illette meg az eladósorban lévő nagylányokat. Ünnepnapon használták ezt ami tulajdonképpen a párta, és ezt gyöngyökkel vagy, vagy himzéssel díszítették. A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum munkatársai nyúzi simogatóval és udvari népi játékokkal várják a fiatalabb korosztályt, akiknek lehetőségük lesz szlovák dalok elsajátítására is. A szervezők továbbá hagyományos ételkülönlegességekkel is készülnek befűtjük a kemencét, itt kenyérlángos fog sülni, de holabdát is fognak készíteni az asszonyok, illetve a szücsi ovodások fogják megnyitni az egész napos rendezvényt egy szlovák nyelvű kis játékfűzéssel. A program során az érdeklődők szakmai tárlatvezetésen is részt vehetnek. A szülőház munkatársai minden korosztályt várnak április 23-án szombaton 10 órától egészen 16 óráig.